Üdvözlök mindenkit, Tozsde blog 32-es kiadása. A 31-es blogból sajnos ugye nem biztos, hogy szerintem mindenki tisztán és hamar megérthette, hogy mire is gondoltam itt, miből alakult ki ez a válság. Most pontosabban levezetem nektek egy blogban. Amit láttok, ez a chart, ez a teljes hitelállománynak, a amerikai hitelállománynak a chartja. Ugye 1915-től 2005-ig láthatjátok. Az a nagy peak, az a csúcsot, az a 270%, amit a képernyő bal oldalán láttok, az az 1930-as, ugye 28-30-32-es gazdasági világválság, amikor a híres neves úgymond depresszió kialakult. Ez akkor volt, ez a hitelállomány, ez akkor a 270%-ot sikeresen elérte a bankok és a kormányok közreműködése által. Ezt 2002-től 2007-8-ig ebben a 5-6 évben ugye a bankoknak és a tisztelt kormánynak sikerült túlszárnyalniuk, ugyanis 2008 környékén ez a hitelállomány az egészen 350%-ig ment fel. Na most ez a chart, ez csak Amerikát mutatja, de körülbelül ugyanez a helyzet az egész világon. Tehát Nyugat-Európában, Írország, Anglia, ugyanez a helyzet körülbelül, nem pontosan a számok, de nagyjából megegyeznek. Tehát kinyitották azt a bizonyos kreditcsapot, hitelcsapot a cégeknek, magánembereknek is, mindenki, aki élt és mozgott és járkált az utcán, az aránylag könnyen kapott hitelt kocsira, nem tudom, gyémántgyűrűre, ingatlanra, amire éppen szeretett volna. Na most, mi történt? Ugye akkoriban is, és mi történt most is? Óriási mennyiségű hitel kintlévősége lett a bankoknak, ugye, mert ők nagyon mohók, és próbálják beszedni a mindenféle díjaikat és kamatjaikat a hitelre, ugye, azt megbeszéltük, és megmutattam nektek, előtte való blogokban már elmagyaráztam, hogy bizony, emögött az óriási hitelállomány mögött csak egy nagyon pici fedezet van azokban az bizonyos pénzintézetekben, bankokban, teljesen mindegy, hogy hívjátok őket. Legyen 10%, csak a kedvetekért legyen 10%. Na most, ha ilyen pici az a bizonyos hitelállomány, vagyis az a bizonyos reserve állomány, tehát fedezetállomány a bankban vagy a pénzintézetekben, mi történik, ha az a bizonyos lakosság, ugye teljesen, hogy Írországról, Amerikáról, vagy éppen Magyarországról beszélünk, megcsuklik, ugye, mivel a fizetésük a szerencsétlenek nem emelkedik olyan ütemben, hogy is emelkedhetne. Tehát nem tudják visszafizetni ezeket a kölcsönöket óriási kamattal, plusz még a nyakukban van ugye a magas színvonalú állam is, ebben az esetben tegyük fel a magyar államról beszélünk, ugye, akik 20-25-30-40%-os adót akarnak. A többi adóról már ne is beszélünk, van itt mindenféle adó, a benzinnen kezdve a mobiltelefonokon át, a parkolási díjakig, mindenféle. Tehát a lényeg az, amikor ezek a szerencsétlen emberek hirtelen megcsuklanak, és ugye elég sokan elkezdenek kiszállni, vagy kiszaladni ebből a bizonyos hiteldologból, mivel ugye hát rájönnek, hogy ez nekik nem fog menni ez a törlesztés 10-15-20-30 éven keresztül, tehát feladják. De most mi történik, hogyha nem a 2-3% adja fel és csuklik be az embereknek, hanem 30-35-40-50%-ot, ugye játszhatunk a százalékokkal, attól függ, mi történik ebben az esetben. A bankoknak kellene, hogy fedezet legyen a számlájukon, a pénzintézetükben, teljesen mindegy, hogy mondom, amivel ők ugye tudják kompenzálni a veszteségeiket. Megbeszéltük az előző blogokban, hogy ez már réges-régen nem így van, hanem ők egész egyszerűen semmire nyomtatgatják ki a pénzüket, vagy ütik be azokat a bizonyos extra digiteket a számítógépbe. Teljesen mindegy, hogy mondom. A lényeg, fedezet nincs a bankban, és ugye mi történik, hogyha a banknak nem, tegyük fel, most csak Magyarországra hagyatkozva, nem 50 millió forinttal tartozik 15 szerencsétlen aladár, hanem bizony már 150 ezer aladárról beszélünk, akik már, nem tudom, 2 billióval tartoznak, vagy 3 billióval tartoznak, ugyebár nem millióról beszélek, már billióról. Akkor mi történik? Akkor ugye ez nem az aladároknak lesz a problémája már, hanem elkezd a bankoknak lenni a problémája, ez a bizonyos dolog, hogy nekik nincsen pénzük. Na, itt jön az újabb kis csalás, amit ugye ők megcsináltak. Ők egész egyszerűen nem csináltak semmi mást, a bankok,
mint ahogy láthatjátok, a központi bankok ugye beütötték azt a sok-sok nullát a számítógépbe, vagy kinyomtatták azt a sok-sok pénzt, teljesen mindegy, hogy mondom, nincs kint a pénz, nincs kiadva a kölcsönbe a pénz. Kölcsön nincs az embereknek, nagyon le van redukálva, meg a cégeknek is. Egész egyszerűen annyi történt ezen a két charton, amit láthattok, ez a monetári base system, tehát ez azt jelenti, hogy az ő, az a pénz mennyiség, ugye, ami a bankokban van, vagy legalábbis a központi bankban van, az ennyivel nőtt, amint látjátok, az utolsó évszámot, az 2008, ami után ugye az a vonal elkezdett a csillagoségbe emelkedni. Na most pontosan ez történt, ők egész egyszerűen befedezték magukat ezzel a rengeteg pénzzel, tehát benyomták a bankokhoz az óriási mennyiségű pénzt, a központi bank benyomta a bankokhoz, és ugye a bankok ezt az óriási mennyiségű pénzt, ami a bankban van, ők nem adják ki az embereknek és a cégeknek, ugye ez már két éve, másfél éve így van, hanem ők egész egyszerűen visszakölcsönzik ezt a pénzt, tegyük fel ebben az esetben Magyarországnak, és vásárolják a magyar kincstárjegyeket, most csak egy példát mondtam. Amerikában ugye a Fed adja a bankoknak, és a bankok nem kiadják kölcsönt, vagy csak nagyon minimális kölcsönt adnak, ugye nem adnak kölcsönt, vagy csak nagyon kevés embernek vagy cégnek adnak kölcsön, mivel nem tartják őket érdemesnek rá, teljesen így, hogy mondom. A lényeg az ugyanaz, ők egész egyszerűen visszaadják a Fednek, a Federal Reserve-nek, vagyis hát a központi banknak ezt a bizonyos kölcsönt, és ők a Federal Reserve-től kapják a Amerikában ez 1%, nem tudom, hogy mennyi. A lényeg az, hogy Magyarországon azt hiszem, hogy 5-5,5% jelenleg hivatalosan. Ennyi történt, a válság ugye megvan, a bankokat nem kell félteni, nekik ott van a pénz, lehet, hogy nincsen készpénzben, ugye csak a digitálisan van ott az az óriási mennyiségű pénz a számlájukon, amivel ugye emelik a fedezetüket, ezért is sikerült megemelnie jó néhánynak, rengeteg banknak az elmúlt egy-másfél évben azt a bizonyos fedezetállományt, és ugye ők szépen kapják a pénzt, hát a kormánytól kapják a pénzt, és ki az, akinek mindezt ki kell fizetni? Természetesen nektek, nekem, minden olyan állampolgárnak, aki dolgozik, és adót fizet, akármilyen mértékben is. Azt hiszem, jobban bemutattam ezt a dolgot, nektek jobban megpróbáltam kielemezni, kivesézni. Jelenleg itt állunk, ez a történet, ez a helyzet. Az elkövetkező három blogban pedig meg fogjuk nézni akkor, hogy mi is ez a három csoport, ugye, és utána megnézzük, hogy mit tehetünk, mégis az ellen, hogy egy kicsit kevésbé gyorsan szegényedjünk. Köszönöm szépen figyelmeteket, sok sikert a kereskedésekhez!